Nagyon jó volt a második verseny, hihetetlenül élveztem. A rajtot elrontottam, elengedtem véletlen a rajtelektronikának a gombját, és azt ugye nyomva kell tartani, amíg kettőben nem kapcsolunk. Kicsit elpörögtek, de így is nagyjából tudtam kontrollálni, és egész jó lett a rajtom. Utána próbáltam picit harcolni a többiekkel, de aztán túlerőltettem, és elment a tapadásom egy picit. Aztán a végére a Michigami az lelassult, és rá tudtam menni, aztán egyszer meg is tudtam támadni, de sajnos nem jött be, elrontottam egy pár dolgot, a kigyorsítás, bejáratot, és így előttem tudott maradni. Aztán nem is nagyon erőltettem tovább, mert tényleg inkább próbáltam bejönni biztosan. Nagyon elfáradtam, hihetetlen meleg volt az autóban. Nagyon várom most már a következő hétvégét, hogy újra autóba ülhessek. Az első verseny után egy picit érdekes állapotban álltam itt a kamera előtt. Egy kicsit megszívültem a benzinszoktól, kettőt láttam Filipipből a levezető körömön, de utána egy kicsit elmentünk Zolival levegőzni, és rendbe jöttem. Már sajnos pekünkre eközben a bal első légemelő sajnos felmondta a szolgált, és nem tudtuk visszahúzni, emiatt a boxból kellett rajtoljunk. Ilyen ez technikai sport, sajnos most benne van. Két kör után elindultunk, és hát elkezdtem magam nagyon jól érezni az autóba. Max egy 2-3 kör volt a gumiaimba a verseny előtt, tehát egész jó állapotúak voltak, és elkezdtem olyan dolgokat érezni a kocsiba, amire azt mondom, hogy végre ez igen, és ezeket szeretném. És a legnagyobb meglepetésemre elkezdtem közeledni a mezőny hátuljára, és stabilan gyorsabb tudtam lenni náluk. Elején többel, aztán a végén is még talán pár tizeddel, mindaddig, amíg le nem jött a bal első kerékív, és rajta ragadt a tükrömöm. Ki kellett jöjjek vissza a boxba, leragasztották a srácok, és újra kimentünk, és újra gyorsak tudtunk lenni. Azt kell mondjam, hogy óriásit léptünk előre, és baromi boldog vagyok. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk a hétvégén, mind mi a mérnöki oldalról, mind élvezetek a oldalról, és a srácok, akik a kocsimon dolgoztak. Egész hétvégén rengeteget. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Támadunk Shanghaiba, és szerintem tovább fogunk tudni lépni. Újabb másodperceket tudunk javulni.